Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik rászánják az időt, hogy velem együtt újra gondolják Jézus Krisztus apokalipszisét, olvassák, hallgatják és meg akarják tartani a profétálás beszédeit. Jézus Krisztus apokalipszise, vagy hogy magyarul mondjuk a jelenések könyve, első nagy szerkezeti részénél, a hét levélnél, és annak is a második levelénél tartunk, ehhez érkeztünk most el, ez a szmírnai levél. Az első levéről elmondtuk, hogy ez Efézusnak szólt, az Efézusbeli keresztényeknek, de átvitt értelemben az első keresztény korszaknak, vagyis az őskereszténységnek, amelyről nagyon sok dicséretet mond el Jézus, mégis azonban megjegyzi, hogy az első szeretetüket elhagyták, és felszólítja őket ennek visszaszerzésére. Ha nem térnek vissza az első szeretetükhöz, ha ilyen gyenge marad a kereszténységük, ahová már az első század végén süllyedt, akkor Jézus kilátásba helyezi azt, hogy elmegy és megrázza a gyertyatartójukat, tehát hogy, hogy megengedi azokat az üldözéseket, amelyek felébresztik majd ebbe az kicsit alvó állapotba szunyat kereszténységet. Ez be is következett. A második század elejétől, sőt, már az első század legvégétől kezdetét vették a Domitianusztól Dokleticianusig tartó véres keresztény üldözések, csúcspontjukon például Decius üldözésével, amelynek során az összes Bibliát meg akarták semmisíteni és csúcspontán, egy újabb csúcspontján Diokrétianus üldözésével, amikor a keresztényeket ki akarták írtani a föld színéről. De ebben a második korszakban az üldözések világában a kereszténység megerősödött. Olvassuk csak, hogy Jézus Krisztus ennek az első század végi, második század elejétől tartó, és egészen a negyedik század elejéig tartó kereszténységnek milyen üzenetet küldött? a szmírnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg. Ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt és él. Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy. És azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Íme a sátán egy néhányat ti közületek a tömlözbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz tíz napig való nyomorúságotok. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Akinek van füle, hallja, amit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Tisztelt hallgatók, tisztelt együtt gondolkozók, a Bibliának egyik legcsodálatosabb részét olvastam fel. Tudnék, ebben a levélben van beköszönés, bemutatkozás, van dicséret, de egyáltalán nincs feddés, egyáltalán nincs bírálat. Ez nagyon ritka, hogy emberi világról, sőt, emberi korszakról, emberek közösségéről Jézus Krisztus ezt a véleményt nyilvánítja. A hét levél mindegyike ötszerkezeti rész alapján épül fel. Bemutatkozás, dicséret, feddés, felszólítás, ígéretek. Ebben a levélben ez a harmadik rész hiányzik. Ebben a levélben egy szóbírálat, egy szófeddés nincs Jézus részéről. Van mit tanulni, tehát ebből a levélből nézzük meg, hogy mi a tanulság, hiszen minden levél végén mi is olvassuk a felszólítást, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek, és ezután több szemben áll a gyülekezeteknek. Tehát minden gyülekezet tanulhat a, a többi gyülekezetnek adott üzenetből is. Nyilván egy közösségnek szól elsősorban egy üzenet, azon keresztül, a történelem országútján egymás után sorakozó keresztény korszakoknak, de minden ember, minden közösség, minden keresztény korszak tanulhat minden egyes levél Jézusi üzenetéből. A Smirna belieknek így mutatkozik be Jézus, ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt és él. Miért ez a bemutatkozás? Azért, mert Ebben a korszakban, tehát az első század vége, második század eleje, és a negyedik század eleje közötti, mint egy 220-230 éves korszaknak, az összjellegéről el lehet mondani, hogy ez a véres keresztény üldözések jegyében eltelt időszak. A kereszténységet történelme során nagyon sokszor érte üldözés, különböző üldözések. Ezek kiindulhattak egyrészt a zsidóság részéről, kiindulhattak a római, majd később a fennálló államhatalmak részéről, kiindulhattak egyes emberektől, csoportoktól, közösségektől, sátán sok mindenkit tudott felbújtani arra, hogy az igazi keresztényeket üldözze. De az biztos, hogy a kereszténység történelmében azért ritka volt az ilyen több mint két évszázadig kiterjedő üldözés hullám, amely persze váltakozva, hol elcsitulva, hol újra fellobbanva jelentkezett, de minden esetre ezt az időszakot átfogó jelleggel nevezhetjük így, hogy ez az üldözések korszakának egyháza. És ebben az időben nagyon szükség volt egy ilyen bemutatkozásra, hogy Jézus is utolsó volt, az utolsónak tartották, két köztörvényes bűnözöt, bűnöző közé feszítették meg, de ezáltal lett első, hogy vállalta a kínhalált, a második halál tapasztalatának borzalmát az emberiségért. Ő az, aki halott volt, és mégis él. Azért bátorítja ezeket a keresztényeket azzal, hogy bár elveszíthetik az életüket, de ő már földi szolgálata során is mondta, hogy ne attól féljetek, akik a testet megölik, hanem attól féljetek, aki mind a testet, mind a lelket elveszítheti a gyenában. Tehát egy keresztény ember soha nem a haláltól, az első haláltól fél. A keresztény ember igazi félelme, hogy nehogy a második halál tapasztalatában kell, hogy osztozzék. Nehogy Isten elvegye tőle az örök életet, az üdvösséget, mert helytelenül élt ezen a világon, mert nem Isten törvényeit betöltve élt, hanem a maga szándékait teljesítve. Ezért nagyon helytálló ez a bemutatkozás, és majd az elköszönésben is Jézus azt az ígéretet mondja, hogy aki győz, annak nem árt a második halál. A Biblia szerint két halál létezik. Az első halál a bűneink szükségszerű következménye, és egyben a bűn fölötti ítélet, még nem a bűnösön, a bűn fölötti ítélet, ez az első halál. Maga ez a fogalom nem fordul elő így a Bibliában, hogy első halál, de ez magától értetődik, mert hiszen, hogy ha van második halál, amelyről jelenések könyve több ízben is beszél, hát akkor van első halál is. A második halál, az is a bűn természetes következménye, de immár nem csupán a bűnön, hanem a bűnösön való ítélet, amikor ugyanis az ítéletben beigazolódik, hogy aki a második halálban részesül, arról az igazolódik be, hogy egyé vált a bűnnel, azonosult a bűnnel, és Isten ezért nem tudja megmenteni. Isten mindenkit meg tud menteni, Jézus áldozata mindenkire kihat, kivéve azokat az embereket, akik az életükben azonosultak a bűnnel, most, hogy kics vagy apró bűnökkel, kis önzéssel, nagy önzéssel, csak egy kis hazugsággal vagy egy gyilkossággal, ez most ebből a szempontból egyre megy aki azonosul a bűnnel, bármilyen fokon, azt Isten nem tudja megmenteni. Isten azért küldte az ő egyszülött fiát, Jézus azért halt keresztalát, hogy szembeforduljunk a bűntől, hogy befejezzük az önigazolásainkat, befejezzük az önző életet és az önző életet megmagyarázó gesztusainkat. A bemutatkozás, tehát rendkívül ideillő, egy sokat szenvedett kereszténységnek szóló bemutatkozás. Nézzük most a dicséretet. Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy. Nagyon éles fordulat ez, egy éles nyelvi fordulat. Nyomorúságban vagy szenvedésben vagy szegénységben vagy, de ugyanakkor gazdag vagy. A Biblia szerint a külső szegénység mögött lehet belső gazdagság. És általában a történelem során, akik külsőképpen talán szerényebb és szegényesebb életforma között éltek, azok belül gazdag életet mondhattak magukének, mert nem a külső gazdagságra tették a hangsúlyt, hanem a belső gazdagságra. Jézus óvott a külső gazdagság hajszolásáról a hegyi beszédben, világosan mondta, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, így gyűjtötök kincseket, ahol a tolvajok ellopják, a rosda megmarja, a moly megemészti. Hát gyűjtsetek örökkévaló kincseket, külcse, gyűjtsetek jellemkincseket, olyan belső gazdagságot, ami, ami a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a jóság, a hűség, a szelítség, a mértékletesség, ezek az igazi kincsek, amikre mindig számítani lehet, amit nem lehet elvenni tőletek, és ezek maradnak meg majd az örök életre. Tehát ezek a keresztények bár külsőleg üldözöttek, és hát bizony szegények voltak, mert megfosztották őket sokszor javaiktól, aztán az magu, magától az életüktől is, de belül gazdagok voltak. De figyeljük meg, megint megjelenik egy érdekes mozzanat, hogy Jézus azzal folytatja, hogy tudom a te szegénységedet, de gazdag vagy, és azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, de nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Mivel építi tovább a dicséretet Jézus? Azzal, hogy erre a kereszténységre is továbbra is érvényes volt, ami az őskereszténységre. Hogy megvizsgálta a lelkeket, megvizsgálta mindazokat, akik keresztényeknek mondták magukat, de nem azok. Mert ebben az időszakban a kereszténység, a nagy kereszténység életében már jelentkezett egy bizonyos hasadás. Sokan úgy gondolták, hogy nem kell vállalni az üldözéseket és az ezzel járó sok gyötrelmet és magát a halált, és behódoltak a római államhatalomnak, és hajlandóak voltak megjelenni a római helyhatóságok előtt, és káromlást mondani Jézus nevére, mondván, hogy ők ezzel csak hát a szavakkal ítélték el Jézust, amit kívánt tőlük a római államhatalom, és a valóságos cselekedeteikkel azért keresztényeknek maradtak. Megjelent a kereszténység történetében, egy ilyen ö, bizonyos fajta megingás, bizonyos keresztények meginoktak a sok szenvedést és üldözést látva, és úgy gondolták, hogy a szavakban meghazudtolják is Jézust, olyan tessék, lássék módon a római hatóságok előtt, attól ők még igazi keresztények maradnak. A valódi kereszténység azonban nem inog meg. A valódi keresztény vállalja a hitét. Mert a valódi keresztény úgy hisz Krisztusban, mint megváltójában, üdvözítőjében, aki fel tudja őt majd támasztani. Nem féltek a haláltól, nem féltek az első haláltól, a második haláltól féltek. És megvizsgálták azokat, akik egy bizonyos fajta emberi ügyeskedéssel ki akartak térni a szembesülés elől. Mindannyiunknak szembesülnünk kell önmagunkkal és a világban elfoglalt helyzetünkkel. És az igazi kereszténység mindig ott kezdődik, amikor valaki a hitét, a belső hitét külsőleg meg is vallja. Töretlenül megvallja. Isten erre a zsidókat is tanította már az egyiptomi kivonulás során, amikor elfogyasztották a páska vacsorát, amikor magukhoz vették a sült bárányhúst kovásztalan kenyerekkel és keserű füvekkel, amelyel bizonyságát tették, adták annak, hogy, ők az eljövendő báránynak, az eljövendő messiásnak a tanításaival és példájával szeretnének táplálkozni, áthasonítani, asszimilálni, önmagukba építeni. A hit az egy belső dolog, a hit az, 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 az belülről indul ki, az emberi gondolkodásból, igazságkeresésből. De mit parancsolt Isten a bárányhúz elfogyasztásával egy időben? Hogy a bárány vérével kenjék meg az ajtófélfát és a szemöldökfát. Tehát, hogy külsőleg is vallják meg a hitüket. És az öldöklő angyal ott a tizedik csapásnál csak azoknak az otthonait kimélte meg, akiknél <coughs> ott volt az ajtófélfa és szemöldökfa megkenése, azoknak az első szülötteit hagyta életben, akik belül úgy gondolják, hogy hisznek de ezt külsőleg nem akarják megvallani, mondván, hogy hát ez bizonyos hátrányjal jár, azok nem igazán hisznek. Azok nem a hit teljességéig hisznek. Ezt ma a jelenése könyve 12. fejezete ki is fogja fejteni, hogy azok a győztesek, akik a bárány vérért és az ő bizonyságtételüknek beszédért életüket nem kimélték, mint halálig. Én is egy olyan világban nőttem fel az 50-es és 60-as években, amikor azt mondták, hogy a kettős nevelés jegyében, hogy, hogy templomba járunk vagy gyülekezetbe járunk, hát ez a magánügyünk, ezt ne beszéljük és ne hirdessük. Az iskolában azért viselkedjünk úgy, mint okos ateista gyerekek. De ez nem megy, hogy az ember a nap egyik részében jár a templomba vagy gyülekezetbe. A nap másik részében pedig azt mondja, hogy nincs Isten. Ez a kettős nevelés, ez kudarcra, halára volt ítélve. Mégis évekig, évtizedekig Magyarországon, és gondolom itt a környező keleti országokban is valami ilyesféle erkölcsöt hirdettek a szülők a gyermekeiknek. Én nekem 18 éves koromban következett el az, az az időpont, amikor a gimnáziumi érettségi előtt ezt már nem lehetett vállalni és amikor a világnézetünk alapjait szímű tantárgyat bevezették, és rákérdezett a tanár, hogy most akkor én hiszek-e Istenben vagy sem, és hajlandó vagyok-e bizonyítani, hogy Isten nem létezik, én is válaszút elé kerültem, hogy vajon tessék, lássék, tartok-e egy kis előadást arról, hogy a tudományos világ a történelmi materializmus és a tudományos szocializmus szerint Isten nem létezhet, vagy pedig azt mondom, hogy én ezt nem tudom elfogadni, mert én az eddigi 18 évemmel inkább amellett vagyok, hogy Isten kell, hogy létezzék. Mindenki életében eljön a döntés, a választás. Nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. És ezért mondja Jézus káromlásnak, káromkodásnak azt, hogy, hogy bizonyos emberek megtagadván őt mégis zsidóknak, vagyis hát igazi hívőknek, ugye a zsidó jelképes elnevezés a Biblia jelképes nyelvezetében annyit jelent, hogy mint az igazi hívő, mint a mindenkori hívők megjelenítése a zsidó vagy Izrael vagy Izraelita, vagy a Sionhoz, vagy a Jeruzsálemhez tartozó. Ezek bibliai hasonlatok és jelképek. Tehát nem csak a nyomorúság eltűréséért, nem csak a halál elvállalásáért dicsérte meg Jézus ezeket az ókeresztényeket, az őskereszténység utáni korszaknak a hívő keresztényeit, hanem azért is, mert nem tartottak együtt azokkal, akik látszatra megtagadták Jézust, mondván, hogy a valóságban mégis követik. Ők a valóságot és a látszatot egynek fogták fel, ők bátran megvallották Jézust, és e két dicséret mögött minden ott van. E két dicséret mögött érezzük azt, hogy ezután nem is jöhet bírálat és Jézus részéről teljesen hiányzik a bírálat. Ez az a levél, és aztán majd lesz még egy levél, amelyben hiányzik a bírálat, rögtön jön már a felszólítás. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Íme a sátán egy néhányat ti közületek a tömlözve fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz tíz napig való nyomorúságotok. Léthű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Vagyis Jézusnak a felhívása arra vonatkozik, hogy tartsanak ki ebben az áldozathozó, ebben az áldozatos keresztény életben és hitben. Semmit ne fél azoktól, amiket szenvedned kell. Ez a Bibliának, ha kiszakítjuk innen ebből az Efézusi levélből, az egy legnagyobb kijelentése. Figyeljük csak meg ezt a kijelentést: semmit ne fél azoktól, amiket szenvedned kell. Ennek a mondatnak két része van. Először kezdem a mondat végével. Szenvedned kell. Ezen a földi életben, ebben a földi életben a szenvedés kikerülhetetlen. Vagy a magunk betegségei, rossz döntései, vagy ha ilyenek nincsenek éppen most, akkor a környezetünk bizonyos emberei, vagy a közösségünk miatt, vagy egyáltalán, ha ilyen sincs, akkor a világ állapota miatt szenvednünk kell. A bűn világában a szenvedés elkerülhetetlen. Beengedtük a világba a bűnt. A bűnnek nagyon sok rossz következménye van. Az egyik legfájdalmasabb következmény a szenvedés. Persze minden ember fél a szenvedéstől. Menekülni akar a szenvedéstől, erre játszott rá sátán, amikor Jézus a leghatalmasabb harmadik kísértésével azzal kísértette, hogy ne szenvedjél, ne menj te a golgotára, ne add az életedet az emberekért. Hát maradj életben, és én, ha leborulva imádsz engem, akkor neked adom halál és szenvedés nélkül is az egész földi életet és az afölötti kormányzást. Jézus ezt nem fogadta el. Jézus ezt elutasította, és ekkor szólíthatta fel ünnepélyesen sátánt, hogy távozz tőlem, sátán. Az az ember, aki vállalja nem csak a küzdelmeket az életben, hanem a küzdelmekkel együtt járó külső és belső szenvedéseket, mert a szenvedések sokfélék. A külső szenvedések, hogy arcul vernek, hogy megkínoznak, hogy akár az életünket elvetik, ezek talán a kisebb szenvedések, a belső szenvedés amikor szenvedünk a magunk rossz dolgai miatt, vagy a szeretteink, vagy a hozzátartozink, vagy a hittestvéreink árulása miatt, gyalázatos magatartása miatt, ez talán nagyobb szenvedés. Jézus Krisztusnak sem a testi szenvedései voltak a legfélelmetesebbek, bár azok azt hiszem minden emberi szenvedés túlmutató, túlmulóak voltak önmagukban is, de az a lelki szenvedés volt a leghatalmasabb, ami Jézussal végzett is tulajdonképpen, amiért megtört az élete, a gyalázat megtörte szívemet, hogy az atyától távol kellett lenni. Az atya el kellett, hogy forduljon tőle. Ez a lelki szenvedés, hogy akit a legjobban szeretett Isten, az atya el kellett, hogy forduljon tőle. Szükségszerű volt. Szenvedned kell. Az Istennek is szenvednie kell a bűnvilágában. Senki nem kerülhet el a szenvedés, és a legnagyobb szenvedés az Istené volt, hiszen Isten attól fordult el, aki a legszeretettebb volt számára, és Jézus annak az elfordulását kellett, hogy átélje, vagyis, hogy nem segített, hogy nem, nem adható gyógyírt, és nem vette le a keresztváros sem, akihez ő a legjobban ragaszkodott, akihez, akiről mindig azt mondta, hogy az atya és az én egy vagyunk. Szenvedned kell. És ha ezt még tovább mélyítenénk, valami félelmetes panoráma bontakoznék ki előttünk, mi minden szenvedés van ebben a világban. És szenvednünk kell. Szerencsére Isten nem hagy minket feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedhetünk, sőt a kísértéssel együtt a kimenekedés útját is megmutatja nékünk, vagy a Pál az első Korintus elvér 10. fejezet 13. versében. De ettől eltekintve bizonyos határok között mindannyiunkra egy bizonyos mennyiségű szenvedés vár, a pillanatokban is és életünk egészében is. Ez önmagában egy nagyon sötét kép, egy nagyon lehangoló dolog, de ezért milyen hatalmas a felszólítás. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvednek kell. Semmit ne félj. A félelemnek nincs helye a keresztény ember életében. Ezt mondottam volt évtizedekkel, évekkel ezelőtt, mondom most is a koronavírus járvány terjedésének idejében egy keresztény ember nem fél. Igen, a Bibliában mind a 365-66 napra van egy kijelentés, ennyi kijelentés van a Bibliában, hogy ne félj, semmit ne félj, mondja kitüntetetten is a Smilna írott levélben Jézus semmit, tehát se testi, se lelki szám, semmit ne félj, miért? Mert aki mindent elszenvedett, éretted és helyetted, aki a te bűneidet a testében a fára vitte, az erőt ad annak, ahhoz, hogy te a bűnöknek meghalván az igazságnak tudjál élni. És aki az igazságnak élezen a világon, ha érik is szenvedések, hát persze őket érik a legnagyobb szenvedések, semmit nem fog ettől félni. Jézusra tekint. És Jézus ereje, itt is meg fog dicsőítetni. Mert mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, mondja a Filippi Levél végén Pálapostól. Mindenre van erőm a Jézus Krisztusban. És még hozzáteszi, aki engem megerősít. Mert mindig hozzá kell fordulni, hogy beszéltem egyik elmúlt alkalommal, minden gondolatot ővele kell fogjuk lejtetni ő kell, hogy megragadjon bennünket. Nézzünk fel a részkigyóra, nézzünk fel a Golgotai keresztre, nézzünk fel, hogy Jézus a legnagyobb szenvedések idején mi volt az első szava. Atyám, bocsáss meg nékik, nem tudják, hogy mit cselekszenek. Másokért küzdött, másokért imádkozott, nem a maga fájdalmára tekintett, de a maga fájdalmára tekintett József, akit eladtak, börtönbe vetettek. József is azt mondta az egyiptomi börtönben a két főembernek, Miért olyan komormati orszátok? Nem önmagával foglalkozott, nem önmaga szenvedése sebeit nyalogatta, másokra volt figyelme, mások szenvedésének enyhítése kötötte le, mert aki fel nem veszi a keresztjét minden nap, nem lehet az én tanítványom. És a keresztviselés a szó bibliai értelmének helyes értelmében pedig ennyit jelent, Mások terheinek magunkra vétele. Amikor mi szenvedünk, nyíljon fel a tekintetünk arra, hogy vannak, akik nálunk sokkal nehezebb körülmények között, sokkal nagyobb szenvedést kell, hogy átéljenek, forduljunk feléjük, és így ez a szolidaritás, ez az együttérzés kiemeli önmagában is, sokszor nem hívő embereket is a szolidaritás kiemel abból a helyzetből, amiben egyébként vannak. Csodálatos felszólítás ez. És a felszólításban ott van, hogy majd a szenvedések egyre inkább elmélyülnek, lesz tíz napig való nyomorúságotok. Mi ez a tíz napig való nyomorúság? Ugye a bibliai proféciák napokban számlálják az éveket, ez tíz évig való nyomorúságot jelent. Jézus itt egy idői proféciával is segítségére se, 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 siet a szmírnabelieknek, ezek az egyre fokozódó, noha néha néha elcsituló, de azért összjellegükben egyre fokozódó keresztény üldözések. A 4. A század elején oda vezettek, hogy 303-ban Diokréciánus császár, ez a Balkánról jövő császár, Nis városában ma is lehet látni a, az, az emlékeit az ő uralkodásának, aki azonban leköszönt a trónról, és véreskezi uralkodás után hazament, és káposztát ültetett, és földet művelt. Nos, hát Dioklíciánál Császár 303-ban adta ki az eddigi legvéresebb keresztény üldözést, amelyről Lactantius is beszél a keresztény üldözőkről írott művében, és innen is tudjuk, hogy ez a keresztény üldözés azért volt rendkívül véres, mert nem csak... A feljelentésre buzdította a római ö, birodalom ö, pogány lakosságát, hogy jelentsék fel a keresztényeket, hogy vegyék el az életüket, hanem arra is módot adott, hogy rátehessék a kezüket az ingóságaikra és az ingatlanjaikra. És ez vérszemet adott a keresztény üldözőknek, és ez a féktelen üldözés 303-tól 313-ig az ezt a nagyon kemény üldözést lezáró milánoi ediktumig, tehát milánoi türelmi rendeletig tartott, amelyet már Nagy Konstantin császár adott ki, és amely véget vetett a keresztény üldözéseknek, de ennek a korszaknak a pontos végét is tudjuk tehát. A szmirnai korszak az első század vége, második század eleje, tehát az első századforduló idejétől tart, egészen pontosan 313-ig. Ekkor kellett a kereszténységnek, az igazi keresztényeknek soha nem látott üldözéseket elszenvedni. De hogyan is mondta Tertulianus az ókornak, a keresztény ókornak egy nagy vallási, bár keresztény szempontból sokszor vitatott tanítója, Tertullianus híres mondása így hangzik, a keresztények vére magvetés lett. A keresztények életét elvehette, főleg Marcus Aurelius császár idején csorbultak ki a hóhérbárdok, de Décius császár, és mondom Diokléciánus császár idején is a legkegyetlenebb üldözések vihara söpört végig a kereszténységen, de a keresztények vére magvetés lett. Emberek felfigyeltek arra, hogy kik ezek az emberek, akik az életüket nem sajnálják, még a halálig sem, még a gyalázatos, áldozatos halálig sem. Olybá tekintenek bennünket, mint vágó juhokat, mondja a római levélben már megelőlegezve ezt a tapasztalatot Pálapostól. Igen, olybá tekintették a keresztényeket, mint vágó juhokat, de a keresztények hűségesek voltak a juhok felvigyázójához és pásztorához. Ugyanúgy szenvedtek, hogy Jézus, és ugyanúgy dicsőülnek meg majd, mint Jézus. Ezért szól az elköszönés és az ígéret nekik így: aki győz, annak nem árt a második halál. Még egyszer hadd hívjam fel a figyelmet ha valaki igazán hitre jut és a hitében erősödik, soha nem fél az első haláltól. Az első halálban alvás következik. Az egy öntudatlan állapot, amikor test és lélek a nemlét állapotába süllyed, de az alvásból lesz majd felébredés, és a felébredés után azzal a valakivel találkozhat az igazi keresztény, aki az életét adta érte aki a második halál tapasztalatának elszenvedésével vette el a második halált azoktól, akik hisznek benne. Ezeknek csak az első halál lesz osztály részük. Jézus nem az első haláltól váltott meg bennünket, hiszen az első halálon azóta is mindenkinek át kell menni, a keresztényeknek is, a legmélyebben hívőknek is. Jézus megváltása a második halálból való szabadításra szól, vagyis az Isten végső ítéletében a felmentő ítélet tesz a részük, és aki győz, annak nem árt a második halál. Hát itt végződik be a minden üzenet.